Magosi Mácz Judit vagyok, gyász és veszteség feldolgozó szakember. Nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról, hogy a gyász nem csak halálesetekre vonatkozik, hanem a válás is ide tartozik, és legalább akkora fájdalommal jár, mint egy halálesetben egy személy elvesztése. Sőt, a gyásznál vannak nehezítő tényezők, mint például az, hogy az elveszített személlyel folyamatosan találkozunk, hisz érdekünkben áll, hogy együttműködjünk vele, hogy jó kapcsolatot tartsunk fel vele, mind a család, mind a gyerekek érdekében. A válásnál nagyon gyakori, hogy fellépnek úgynevezett másodlagos veszteségek is, amik azt jelentik, hogy a házasság mellett elveszítjük az otthonunkat, az addigi életterünket, ami a családi fészkünk volt. Emellett ugye nagyon sok esetben a baráti társaság is közös egy házasságban, ezért sokszor a válásnál a barátok egy részét is elveszítjük. Hogyha a költözés esetleg iskolaváltással is fel jár a gyerekeknél, így a gyerekek még egy plusz veszteséget is elszenvednek, mert lehetséges, hogy ők is iskolát váltanak, és egy új baráti társaság tagjai lesznek. Szépen válj el, Válásközpont. Minden, amire szükséged van a válás során és azon túl.